Szép estét kívánok mindenkinek! Saint Exupéry óta tudjuk, hogy igazán jól csak a szívünkkel látunk. A szívünk nagyon fontos alkotó eleme a testünknek, a biológiánknak, a fő hajtómotorja, és nagyon fontos dolog az, hogy tudjuk, hogy mi az, amit a szívünkkel megélhetünk, melyek a szívünkre ható biológiai programok. Erről, illetve a germán gyógytudományról rövid bevezetést hallanak dr. Budai László Károly, orvos természetgyógyász, germán gyógytudomány terapeuta tolmácsolásában. Fogadják szeretettel! Köszönöm szépen Rékának a bevezető gondolatokat. És igen, a germán gyógytudományról, ha beszélünk, akkor mindenképpen dr. Rike Gerdhammer személyéről, személyiségéről kell néhány gondolatban megemlékeznünk, hiszen neki köszönhetjük azt, hogy végre értjük, hogy mi történik a biológiai testünkben, mik azok az úgynevezett betegségek. Hammer doktor élete tragédiájának köszönheti ezt a felfedezést, ugyanis 19 éves fia karjai közt halt meg. Két hónap múlva heredaganata lett Hammer doktornak, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valami köze az ő heredaganatának és a fia elvesztéséhez. A gondolat az első biológiai természettörvénynek a megszületését eredményezte, amit akkor Hammer doktor a rák vastörvényének nevezett el. Ebben valójában azokat a feltételeket, ismérveket rögzíti Hammer doktor, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy biológiai válasz elinduljon, és mivel a fiát Dirk Hammernek hívták, ezért DHS rövidítéssel Dirk Hammer szindrómának nevezi azokat a feltételeket, amelyek mindenképp szükségesek ahhoz, hogy egy biológiai válasz, amit mi betegségnek ismerünk, az elinduljon. Hammer doktor ezeket a programokat értelmes biológiai különprogramoknak nevezi. Nos, tehát mindig egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatásról van szó, ami hirtelen, váratlanul érintett meg minket, és benne ragadtunk a konfliktusban. Magányosan éltük meg, benne ragadtunk a konfliktusban. Felhívom a figyelmet, hogy váratlan, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatások mindig lesznek az életünkben, de az, hogy meddig ülünk benne a konfliktusba, és ezt milyen magányosan éljük át, ez csak tőlünk függ. Ugyanakkor a meghatározásban benne van az is, hogy az érzelmi megrázkódtatást érzelmileg kell helyre tegyük, vagy a sinek fognak dolgozni. Igen, a sinek azok a körülmények, amelyek rögzülnek a konfliktus pillanatában, és innentől kezdve már minden konfliktus nélkül a biológiai program újra meg újra elindul. Azt mondod, hogy drámai, hirtelen, váratlanul ért esemény, ami konfliktust hordoz, ami magányosan élünk meg, és benne maradunk, az kell ahhoz, hogy egy értelmes biológiai különprogram elinduljon, ha jól értettem. Igen. Azt is említetted, Karesz, hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak a sinek. Tudnál erre egy-két példát mondani, hogy mit lehet például sin? Hát a konfliktus pillanatában az érzékszerveink rögzítik azt, ami éppen a konfliktus pillanatában számukra jelen van. Teszem azt, nyugodtan reggelizek, és valaki felbosszant. Akkor ez azt jelenti, hogy amit éppen reggelire fogyasztok, az ezután el fog indítani bennem egy birtokbosszankodási konfliktust, aminek a tünete lesz mindenféle emésztési zavar, és akkor esetleg ki fog derülni, hogy én allergiás vagyok úgymond a tojásra, a tejre, vagy bármire. De lehet egy illatanyag is sín, kint a szabadban történik velem egy kellemetlenség, akkor éppen a szabadban jelenlevő pollenek lesznek azok, amelyek minden évben figyelmeztetni fognak engem arra, hogy van egy megoldatlan konfliktusom. Nagyon jó dolgok a sinek, mert mindig a konfliktusra mutatnak rá, és segítenek megtalálni magát a helyzetet, mert hát ugye nem vagyunk jelen a pillanatban, nem oldjuk meg a dolgainkat, nem zárjuk le a napjainkat békével, és éppen ezért van az, hogy egyre több sín gondoskodik arról, hogy egyre úgymond betegebbek legyünk. Hammer doktornak a zsenialitása az,
hogy a lélek agyszerv tengelyt leírja. Vagyis, hogy a lelki megrázkódtatások az agy közvetítésével fognak szervi szintű elváltozást okozni. Ez tudományos táblázatba foglalta, és egyszerűen tökéletes a táblázat, én 2 éven át teszteltem, és nem találtam benne hibát, és amiután rájöttem, hogy Hammer doktornak mindig igaza van, akkor eldöntöttem azt, hogy ezután talán ezzel kellene foglalkozni, és megpróbálni az embereknek valós segítséget nyújtani. Jelenlegi körülmények között annyit tudunk csupán csinálni, hogy felhívjuk a figyelmet a konfliktusra, hogy annak megtalálásában segítünk, és annak az érzelmi szintű feloldásában. Mert ha nincsenek feloldva érzelmileg, a sinek tovább fognak dolgozni. Hammer doktor a kutatásait nem fejezte be, hanem tovább folytatta, és eljutott a második biológiai természettörvényhez. Megfigyelte, hogy minden ilyen értelmes biológiai különprogram 2 szakaszban zajlik le. Van egy konfliktus aktív szakasz, és van egy megoldási szakasz. A konfliktus aktív szakaszt itt kék színnel látjuk jelölve ebben a grafikonban, amit Hammeri iránytűnek is nevezünk. A vízszintes tengely az időtengely. Tehát a DHS pillanata, Dirkheimer szindróma, megérintett engem váratlanul meglepetés szerűen egy érzelmi megrázkódtatás. És ennek a következtében pedig mit tudok csinálni? Hát a kérdés az, hogy mennyi ideig maradok bent a konfliktusba. Ez fogja eldönteni azt, hogy az egész konfliktus tömeg mekkora lesz, vagyis az idő és az időnek a hossza és a konfliktusnak az ereje fogja meghatározni a konfliktus tömeget. Vagyis a konfliktus tömeg azt jelenti, hogy milyen intenzíven és milyen hosszan voltam benne a konfliktus ez aktív fázisban? Pontosan ezt jelenti. Ez alatt ugye az embernek feszült lesz az idegállapota, ahogy szoktuk mondani, stresszesek vagyunk, ilyenkor nem szoktunk enni, ketyeg a szívünk, emelkedik a vérnyomásunk, nem tudunk elaludni, hajlalszunk, felébredünk, és a többi, ki nem élt már át ilyen helyzetet. A kérdés az, hogy ez a KM, a konfliktus megoldása mit jelent? Mert ha érzelmileg oldjuk fel ezt a konfliktust, akkor beindul a megoldási szakasz, és véget ér a program. De ha nem érzelmileg oldjuk fel ezt a konfliktust, hanem a következő dolog, amivel foglalkozok, ezt a programot átteszi megoldási fázisba, akkor azt jelenti, hogy a sínek fönt maradnak, és bármikor újra elindulhat, ha az emlékeztető körülmények megjelennek. Ez nagyon lényeges dolog, mert ez fogja magyarázni majd a krónikus betegségek kialakulását. Nos, amikor átmegy a biológiai program a megoldási szakaszba, akkor hát látjuk, hogy ez a görbe, ebben a görbében a piros szín dominál. Van először az exudatív fázis, ami azt jelenti, hogy gyulladásos tünetek jelentkeznek, víz gyülemlik be oda, ahol éppen a helyreállítás folyamata zajlik, és a gyulladásos tünetek között tudjuk a rubor, tumor, kálor, dolor funkció lézár, azt jelenti, hogy piros, persze, hogyha látjuk, azt a felszínen van, hogy duzzadt, hogy meleg és fájdalmas. Ezeket jelenti, és hogy a működésében hát nem lesz megfelelő. Nyilván, hogy a szívünknél se a pirosságot, se az egyéb tüneteket nem fogjuk észlelni, de a fáradtságot, a szív gyengességéből adódó szívelégtelenség tüneteit, azt igenis észlelni fogjuk. Az epileptoid krízis egy nagyon hasznos dolog, még akkor is, ha néha belehalunk. Ugye milyen érdekesen hangzik ez? Miért tett a teremtő epileptoid krízist? Miért megyünk vissza a konfliktus aktív fázisra jellemző szimpatikus idegrendszer túlsúlyába? Pontosan azért, hogy ne jussunk le ide, ahol most mutatom, a legmélyebb vagotóniába, mert ott megállna a szívünk. Tehát ez mindenképpen egy életmentő módja a biológiának, csak ne feledjük el, hogy nem mindegy, hogy meddig ülünk a konfliktusba. Itt van a gond, hogy jelen vagyunk-e a pillanatban, vagy nem. Megoldjuk-e a dolgainkat, vagy nem. És az epileptoid krízis az, amikor kinyomódik a víz a gyulladásos területről, kinyomódik az agyi központból is, mert ne feledjük el, hogy a megoldás is lélekagyszerv szintjén zajlik, és
Gyakorlatilag a szívnél itten életveszélyes tünetek jelentkeznek, annak függvényében, hogy milyen hosszú volt a konfliktus aktív fázis. Ez az a hely, ahol az infarktus megjelenik, és ugye vannak, akik túlélik, és vannak, akik belehalnak. Miért? Mert túl sok ideig voltak benne a konfliktus aktív fázisba. Túl későn oldották meg a konfliktust. Az epileptoid krízis után megint extrém fáradtságot fogunk érezni a hegesedési fázisba, és megint a meleg tünetek fognak ugye megjelenni. Ugyanakkor rengeteg vizeletet ürítünk, ugye az epileptoid krízis alatt, nevezik ezt idézőjelbe pisi fázisnak is, mert több vizeletet ürítünk, mint amennyit megittunk. Miért? Mert a felgyülemlett víz, ami tehát az exudatív fázisban ott volt a szövetekben, meg az agyi központban, az mind ki fog itt ürülni belőlünk. És ha eljutottunk a program végére, akkor gyakorlatilag egészségesebbek lehetünk, mint voltunk, vagy maradvány tünetekkel gyógyulunk meg. Nyilván minden hegesedésnek lenyomata van a szervezetünkben. Mint mondtam, a kérdés az, hogy megoldjuk vagy nem oldjuk meg a konfliktust. Mert ha meg se oldjuk a konfliktust, akkor krónikus betegségek fognak kialakulni. Ha meg sem oldjuk, akkor azt jelenti, hogy a szívemet túlhajszolásban tönkreteszem, kitágul, és ez a dilatatív kardiomiopátia hivatalos megnevezésben, és mit fognak ajánlani? Hát akkor kicseréljük az illetőnek a szívét. Majd egy úgynevezett agyhalottnak kiveszik a szívét, és betesszük önnek. A policiklikus lefolyás, amint látjuk, azt jelenti, hogy többször ismétlődik meg a program. De miért ismétlődik meg többször? Mert nem oldottuk fel a konfliktust annak idején érzelmileg. És a sinek gondoskodnak arról, hogy újra meg újra elinduljon ez az egész folyamat. Ezek lesznek a recidívák, ahogy a hivatalos medicinában nevezik. Visszatérnek újra, kiújulnak a tüneteink. Ízületeknél ízületi fájdalmak, hát a szívnél pedig természetesen különböző hát, működési zavarok. Aztán a függő gyógyulás, amit láttunk itt az alsósorban, az azt mutatja, hogy gyakorlatilag folyamatosan a gyógyulási szakaszban maradok, mert a rövid idejű sinek aktiválják újra a programot az elejétől. Ez azt jelenti, hogy túl gyakran találkozok azokkal a sinekkel, azokkal a körülményekkel, amelyek a programot bennem elindították. Legyen a szó a szívről, egy túlhajszoltsági konfliktusról, és ez azt jelenti, hogy én folyamatosan szembesülök azzal, hogy meg kell felelnem a főnökömnek, meg kell felelnem a gyerekemnek, a feleségemnek, az anyusomnak, és még sorolhatnék 7 milliárd embert, csak hát nincs értelme. Tehát a lényeg az még mindig, hogy a konfliktust érzelmileg oldjuk föl, és nem lesznek krónikus betegségek. A harmadik biológiai természettörvény előtt Hammer doktor leásott a gyökerekig. Elment egészen az embriológiában a megtermékenyített petesejt kifejlődéséig, és a 8.-10. napon jön létre a szedercsíra állapot, majd az átrendeződik három csíra lemezé. És itt látjuk sárga, narancs és piros színben a három csíra lemezt. Minden szervünk, minden szövetünk ebből a három csíralemezből alakul ki. Természetesen a szívünkben mind három csíralemezből fogunk sejteket találni. De minden sejt egész életünkön keresztül azt a programot fogja megvalósítani, amit még az embrionális állapotban úgymond a biológia beléje kódolt. A sárga színnel jelzett belső csíralemezből alakulnak ki azok a sejtjeink, amelyek a falat konfliktust oldják meg. Az agytörzs az irányító központja. És ide tartoznak nem csak a táplálék falattal kapcsolatos falatok, amint azt ez az alsó baba jelzi számunkra, hanem ide tartozik a levegőfalat, a vízfalat, a fényfalat és a hangfalat megkapása is. Tehát minden, ami a túléléshez kell, az falatkonfliktus. Melyik az a falat, amivel legrövidebb ideig bírjuk ki? A víz, a levegő vagy a táplálék? Egyértelműen a levegő. Természetes akkor, hogyha nekem halálfélelmi konfliktusom van, akkor a tüdőszövet szaporítása fog megtörténni, mert levegőfalat nélkül meghalok. Tehát csak, hogy megértsük a dolgokat.
A középső csirralemez, mezoderma sejtjeit két idegi központ irányítja, a kisagy, és amit fölötte láttunk, ez a kifliszerű narancssárga képlet, ez a fehér állományban levő idegi központok, magvak, relékinek, hogy tetszik. Nos, a kisagy a támadás, gondozás, bemocskoltság konfliktusait oldja meg számunkra. Tehát mindent, ami vélt vagy valós támadás vagy bemocskoltság, az érzés a kisagyi központba fog becsapódni, és innen a szöveti szinten az irhát, a burkokat fogja megvastagítani. A támadás bemocskoltság. A támadás bemocskoltság az irhára, a támadás a burkokra, mellhártya, hashártya, szívburok. A gondozási konfliktus viszont az emlőmirigy állományra hat, és azt fogjuk felszaporítani, ebből lesz az egyik típusa az emlődaganatnak. Tehát itt is először sejtet szaporítunk, aztán bontjuk a sejteket, pontosan úgy, mint a falat konfliktusnál, mert ott is a falat megszerzéséhez, a levegő falat megszerzéséhez szaporítottam úgy a tüdőszövetemet. Megváltozik a program a fehér állomány szintjén, ide az összes önleértékeléssel kapcsolatos érzések fognak becsapódni, és az önleértékelés, mivel önpusztítást jelent, természetes, itt a konfliktus aktív fázisban mindig bontjuk először a szöveteket, és a mozgással kapcsolatos szöveteinkre hat ez az önleértékelés érzése. Az önleértékelésnek a súlyossága, tehát a konfliktus tömege meghatározza azt, hogy milyen szövetet fogok lebontani. Az önleértékelésnek a témája pedig, vagyis az, hogy mi a DHS, az meghatározza, hogy a testemnek melyik részét kezdem el lebontani. Az ide tartozó szövetek tehát a csontszövet, amit itt látunk ábrázolva, a csontokat ízületek, szalagok kötik össze, ez a második. A csontokat izmok mozgatják, ez a harmadik. Az izmokat erek látják el, osztóér, gyűjtőér, nyirokér. Ez a negyedik fajta szövet. És az ötödik pedig a zsír és a kötőszövet. Tehát először bontjuk, aztán építjük, a konfliktus tartalom pedig az önleértékelés. A külső csirralemezből származó sejtjeinket azt az agykéreg irányítja, amit itt látunk, ez a piros színnel jelzett baba az elválasztási konfliktusokat ábrázolja, mert ugye minden elválasztódás az a biológiában egy halálos kimenetelű történet. Ha elszakad egy kis birka a nyájtól, az onnantól kezdve az elpusztulásnak van kitéve. Az elválasztódásban is először bontjuk a szöveteket, aztán visszaépítjük, mégpedig a bőrünknek a felhám részét, a kültakaró rétegét. Ugyancsak sejtet bontunk és sejtet építünk a többi programban is, amit az agykéreg irányít. Ide tartoznak a birtok konfliktusok is. Erről majd még külön mutatok egy ábrát a továbbiakban, nem részletezem most. De a működés változások is az agykéreg irányítása alatt vannak, és minden érzékszervnek a működése a kérgi mezőbe fog becsapódni. Ebben az ábrán most megint visszahoztuk ugye Hámer doktornak az iránytűjét, azt láthatjuk, hogy tehát konfliktus aktív szakaszban vagy sejtet szaporítok, vagy sejtet bontok, vagy működést változtatok a túlélés érdekében. Természetesen a megoldási szakaszban mit fogok csinálni? Ennek a fordítottját. Ha építettem a sejteket, a megoldásban lebontom. Ha lebontottam a sejteket, konfliktus aktív szakaszban, a megoldásban visszaépítem. És hogyha valamilyen funkciót, valamilyen működést megfékeztem a konfliktus aktív szakaszban, akkor azt a működést helyreállítom a megoldási szakaszban. Ez szerintem teljesen egyértelmű, logikus és egyszerű, mindenki számára érthető, hiszen sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. És akkor a biológia vagy a sejtekkel, vagy a működéssel oldja meg a túlélést. Kik a mi segítőink? Hát a velünk együtt szimbiózisban élő gombák, baktériumok és vírusok. Ugye, mondom, a bennünk és velünk együtt élő mikroorganizmusokról beszélek, nem a mesterségesen előállított külső tényezőktől.
Ők segítenek nekünk lebontani a felesleges sejteket, látjuk a gombákat és a TBC baktériumokat, segítenek visszaépíteni a lebontott sejteket, egyes baktériumok, illetve a vírusok. Mondjuk, ha ezeknek a száma elszaporodik a szervezetünkben, az nem fertőzés, hanem az azt jelenti, hogy függő gyógyulásban maradt egy biológiai programunk. Azért lesz valakinek krónikus hepatitisze, hogy csak egy példát mondjak, mert nem oldotta meg a birtok bosszankodási konfliktusát, és azok a bizonyos hepatitis vírusok, ugye az epe kivezető csatornában a nyálkahártyát folyamatosan próbálják visszaépíteni, de hát mi folyamatosan le is bontjuk. Az ötödik törvény teszi fel Hammer doktor munkásságára, mondjam azt a koronát, a megértés törvénye, hiszen rámutatta arra, hogy minden, ami a szervezetünkben történik, az mindig értünk történik, és nem ellenünk, hisz minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól. Valószínű, hogy ezt akarta sugalmazni Hammer doktor is az értelmes biológiai különprogram megnevezéssel. Hát pontosan erről van szó. Azért is teszi idézőjelbe azt, hogy betegségek. Mert akkor érezzük magunkat betegnek, amikor valójában átmegyünk a gyógyulási fázisba. Az esetek 90-95%-ában, amikor úgymond betegnek érezzük magunkat, már megoldási szakaszban vagyunk. Vannak olyan biológiai programok, ahol a fájdalom már a konfliktus aktív szakaszban jelentkezik, hála Istennek, mert rögtön figyelmeztet arra, hogy ez kedves gazdám, ezt sürgősen abba kéne hagyni. Rámutat Hammer doktor arra, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a biológia dolgainak olyan értelemben, hogy ha nem ismerjük a biológiai programok lefutását, akkor természetesen, hogy mindaz, amit eddig tudtunk, akkor az és betegségeket nevezzük, akkor azt fogjuk hinni, hogy ki vagyok szolgáltatva a fehérjéknek, a molekuláknak, a külső tényezőknek és egyebeknek. De pont arra mutat rá Hammer doktor, hogy nem vagyunk kimutatva, nem vagyunk kiszolgáltatva. Nem hiba lehetőségek vannak bennünk bőven, amire fel kell készüljünk és félelemben kell élnünk, hanem pontosan az a lényeg, hogy ne félelemben éljünk, mert mindig egy félelmi program az, ami elindít egy biológiai választ. Hogy megint visszahozzam az első példát, ha félek a haláltól, vagy valakinek a halálától, az természetesen, hogy az én tüdőmben fog biológiai programot elindítani. Mert ugye a kérdés csak az, hogy élsz, vagy félsz. Néhány gondolat a germán gyógytudományról, alap a megértéshez. Rámutatta arra, hogy a betegségek nem függnek nemtől, kortól, etnikai hovatartozástól, stb. Ami azok, vagyis azoktól a tényezőktől, amelyekre az akadémikus orvoslás mutat rá, viszont függnek a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától, hogy attól, hogy milyen hosszú ugye a konfliktus aktív szakasz, mert ez fogja meghatározni, hogy mennyire lesznek zajosak a tünetek a megoldásban, függ attól, hogy a hány programot indítok, mert a meg nem oldott programokat a sínek újra és újra képesek beindítani, de a konfliktusok halmozása még a személyiségünkre is kihat, illetve a viselkedésünkre és hangulati változásainkra is. A valós megoldás tehát az, hogyha érzelmileg oldjuk föl mindazt, amit érzelmileg indítottunk el. Na most egy nagyon lényeges dolog, hogy a germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható, minden embernél ugyanúgy fog megtörténni, minden embernél a túlhajszoltsági konfliktus a szívizomzatot fogja sorvasztani. Nem statisztikán múlik, hanem embriológián és öt biológiai természettörvényen, csak hogyha nem tudom érzelmileg megoldani mindazt, ami elindította a programot, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. Itt látjuk Hammer doktornak a szív keresztmetszetéről készített saját képét, ami természetesen tükrözi, hogy az adott szövetek melyik csíralemezből származnak. Láthatjuk itt, hogy a pitvaroknak az összetételében elég vastagon jelen van a síma izomszövet, ez meg is határozza a pitvaroknak a
tüneteit, és a többi részen pedig hát narancssárga színnel jelölve mind új mezodermális szöveteket találunk, bár ha jól megnézzük, itt egy harisnya szerű vékony síma izom rész a mindkét kamrában megfigyelhető. Amint mondtam, az izom tömeg magába foglalja a szívnek az inger keltő rendszerét, itt fönt a színuscsomóban, és az ingerület vezető rendszerét. Természetesen, ha policiklikus lefolyásban folyamatosan átalakítjuk a szívizom struktúráját, összetételét, ez hatni fog a benne, mondjam úgy, hogy futó vezetékekre, ez hatni fog a billentyűk száját képező hát nyílásra, és meg fogja változtatni a billentyűknek a mozgását, tehát lesz szűkület, vagy lesz például inszuficiencia, ami épp azt jelenti, hogy nem záródik rendesen a billentyű valamelyik, és az is egy lényeges dolog, hogy ezeket a konfliktusokat, tehát mikor oldjuk meg. Tehát ez a kép gyakorlatilag egy olyan információt közöl velünk, hogy tudjuk, hogy a színek alapján már mi várható a pitvarokban, és mi várható a kamrák szintjén. A szív elektromos rendszeréről hoztam itt egy felvételt, és ez az elektromos rendszer, tehát ez benne van a szív izomzatban. Itt jobban láthatók ugye az anatómiai viszonyok, a billentyűknek a kialakulása. De ne feledjük el, hogy ezekre mind a túlhajszoltsági konfliktus lesz, ami hat. A szívkoszorú erek, azok külön témát képviselnek, és itt a birtok konfliktusok azok, amelyek a szívkoszorú ereknek a biológiai programjait meghatározzák. De még egy lényeges kérdést tisztáznunk kell, ugye a kezességről tudja mindenki, hogy a jobbkezesnek jobb oldalt, a balkezesnek bal oldalt van a partner oldala, és ellenkező oldalon az anya gyerekhez kötődő oldala, vagyis a konfliktusok, az ezektől származó konfliktusok ezeken az oldalakon fognak megjelenni. Viszont a szívnek a fejlődése során csupán csak azért, hogy a tüdőkeringés is létrejöjjön, a szív átfordulása történik meg még embrionálisan. Ne feledjük, hogy a 21. naptól már dobog a magzatnak a szíve. Eredetileg bal szívcső, ugye jobbra kerül, a jobb szívfélnek a szívcsőve pedig átkerül balra, és ezért van az, hogy itt a jobbkezes férfinak és nőnek az anyagyerek oldala jobb oldalt, tehát a jobb szívfélre fog hatni, és a másik oldal pedig a partner oldalhoz fűződik, balkezesnél mindez fordítva. Tehát ez a dolog csak azért van, mert megtörtént a szív fejlődése során a tüdőkeringés lerendezése érdekében a szív átfordulása. Amint azt mondtam, a DHS az valójában hát minek mondjam, a túlhajszoltság, megfelelési kényszer, túl sokat követelnek tőlem. Mitől élheti ezt meg valaki, hogy ezt érezze? A túlhajszoltság, azt gondolom, hogy bármelyikünkre jellemző, és egy olyan problémával nézzünk szembe, ami bárkit érinthet. Nagyon sokszor túlhajszoljuk magunkat különböző témában. Nem csak a fizikai megterhelésről szeretnék szólni, hanem azokról a dolgokról, amiket a szeretet megszerzéséért teszünk. Azt gondoljuk, hogy meg kell felelnünk bizonyos elvárásoknak, hogy csak akkor vagyunk szerethetők, jók, elfogadhatók, hogyha bármit megteszünk a szeretteinkért. Ebben a bármiben nagyon sok önfeláldozás lehet. Ebben a bármire képes vagyok, érted, címszó alatt rengeteg olyan esemény, rengeteg olyan feladat is van,
aminek az ellátását nem biztos, hogy egy személyre találták ki. A túl sokat követelnek tőlem érzés, ez nagyon sokszor megjelenik már a gyerekekben is, amikor szeretne mindenképpen jó lenni, és megfelelni, és szerethetővé Bizony, válni. bizony. És az idő múlásával egyre több ilyen személy van, akinek a szeretetéért küzdünk. És akkor ezek a gyerekek így is nőnek fel, és ez lesz a programjuk egy életen át. Alapvetően igen, és mivel ez a legfőbb problémájuk, hogy őket szeressék és elfogadják, ezért sokkal intenzívebben fognak reagálni egy olyan helyzetre, vagy egy olyan konfliktusra, ami a megfelelést, illetve a túlhajszoltságot indukálja. Ugyanez megjelenik az anya oldalon, tehát anya-gyermek oldalon akkor is, hogyha a fiatal anyuka, édesanya, az túlhajszolja magát a gyermekéért is, mert állandóan mindenhová szeretné elvinni, eljutatni. Egyik óráról kíséri a másikra, és szeretne mindent megtenni a gyermekéért. Vagy mindent megadni neki, amit ő nem kapott meg. Pontosan. Illetve abban a pillanatban, amikor a férje elégedetlen, hogy őt elhanyagolja, és netán még valaki meg is betegszik a családban, akkor az a teljes káosz állapot az, amikor már túl sokat követelnek tőlem, túlhajszolom magam. Nyilván ilyenkor az ember figyelme szerteágazik, tehát már a munkahelyén sem tud megfelelni, és egy ilyenkor hatályba lépő változás nagyon meg tud bennünket billenteni. Hát ez meleg adja annak, hogy akkor az ember elindítson egy pajzsmirigy programot, ugye, mert nem vagyok elég gyors, nem vagyok elég jó, megelindítson egy gondozási konfliktust, és aggódjon azokért, akiknek a gondját nem tudja megoldani. Lám, hogy a túl sokat követelnek tőlem, milyen messzire vezethet. Nyilván itt mindenkinek az egyéni megélése fogja eldönteni azt, hogy milyen értelmes biológiai különprogramokat indít el. Én rögtön egy önleértékeléses tárgyú konfliktust tudnék itt elmondani, mert ha ennél még a halál is, ugye az már szklerózis Az multiplex szklerózis program, hogy konfliktus. egy kicsit hazabeszéljünk. Igen. Tehát az, hogy ki és mennyit követel meg tőlem, ez megint relatív dolog, mert nagyon sokszor nincs is ilyen konkrét megfogalmazott követelés, elvárás. Nagyon sokszor mi hajszoljuk túl magunkat valamilyen elképzelt ideál megvalósítása érdekében. Többször is előfordult már a tapasztalatunkban olyan, hogy ezt az elvárást gyakorlatilag az illető önmagával szemben tartotta fenn, mert milyen Megállj. ember vagyok, ha, milyen anya, milyen apa vagyok, ha, és hát az ember a gyermekéért küzd, azért meg kell tennie mindent, vissza kell adni a gondozást, az ápolást a És szülőknek. ez, igen, és ez jobb kezesként a jobb szív felett fogja tönkretenni, bal kezesnek meg a bal szív felét fogja tönkretenni. Nézzük meg egy balkezes szempontjából, például abban az esetben, amikor valaki nagyon küzd azért, hogy elfogadják, hogy szeressék. Gondolok itt az aktuális társ első házasságából született gyerekek szeretetére, elfogadására, hogy milyen komoly dolgokat tud ilyenkor a második társ elindítani Igen, az hogy önmaga elfogadtatásáért, igen. azért, hogy elfogadják, hogy szeressék, hogy egyáltalán emberszámba vegyék. Nagyon sokszor a kapcsolatok megromlása az nem az illető két embert terheli, hanem belevonódik még a következő társ, annak a gyermeke, és nagy vitákat, kellemetlen helyzeteket tud teremteni. Gondoljunk csak arra, azokra az esetekre, amikor második házasságban találkozik a két gyerek, mindkét félnek az első kapcsolatából származó Igen. gyerekek, ilyenkor a szülők nem tudják, hogy hogyan hasonlítják túl magukat abban, hogy mindenki azt érezze, hogy itt egyformán fontosak Igen. mindkét fél, minden házasságából született összes gyerek. Igen. Tehát akár Túl kompenzálnak. egy ilyen is szóba jöhet. Szóval igen, mindenki számára a saját megélése az egyetlen valóság, és erre nagyon jól rámutattál, hogy akár szklerózis multiplexhez is vezethet a történet. Hát nagyon köszönöm ezt a nagyon jó összefoglalót, Réka, mert én azt hiszem, az emberek ezekből jönnek rá,
hogy hoppá, hoppá, de hát mit kellene akkor tenni? Talán át kellene ezeket a követeléseket nézni. Tehát az, hogy a túlhajszoltságnak mi is a lényege gyakorlatilag, az, hogy mondjuk megszerezzek valamit, valakinek a tiszteletét, elismerését, a mellettem maradását, a túlélését támogatom-e azzal, hogy én ilyen szinten túlhajszolom magam? Nagyon sokszor a válasz az, hogy nem. A minőségi időre szeretnék felhívni mindenkinek a figyelmét, mert ebben a nagyon túlhajszolt időszakban valahogy elfelejtünk egymásra figyelni. Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy érzelmi kapcsolatok kialakuljanak, mondjuk egy szeretett kapcsolat létezni tudjon és sokáig fennmaradjon, ahhoz annak az ápolásához is időre van szükség. Abban a pillanatban, amikor mindenki túlhajszolja magát valahol máshol, általában a családi fészken kívül, hiszen onnan reméljük a az szeretett, elismerést, amit nem kapunk meg otthon. akár vagy a szeretett személyek eltartásához szükséges összeget, Pénz megszerzése, mert igen. ebben is nagyon szépen túl tudjuk hajszolni magunkat, Igen. vagy a jövő biztosítását szeretnénk ezekből a külső forrásokból megszerezni, akkor pontosan az az idő tűnik el, amit később aztán sajnálni fogunk. Éppen ma olvastam egy édesanyának a cikkét, aki leírta azt, hogy milyen kellemetlenek voltak azok az időszakai a gyerekeivel, amikor kicsik voltak, és tényleg nem tudott 2 percet sem magára szánni, és aztán arról álmodozott akkor, hogy na majd, ha nagyok lesznek, akkor mennyi mindenre jut ideje, és most úgy összegezte a gondolatait, hogy most szeretné, hogyha azok az idők visszajönnének, mert akkor tudott beszélgetni a gyerekeivel. Semmi nem volt olyan fontos, mint a gyermekei. Most már azért, ahogy nőttek, egyre nagyobb feladatokat látnak el, és egyre inkább nélkülözik. És mennyire fontos az, hogy tényleg jelen legyünk egymás életében, és ez a jelenlét, ez aktív és minőségi jelenlét legyen, és ne pedig egy külső helyszínen töltött időszak, ne a túlhajszoltság vezéreljen bennünket, hanem néha az egymásra figyelés is. Szeretném, hogyha a nagy hetet, amiben lassan vagyunk, egy picit erre is felhasználnánk, az egymásra, odafigyelésre. És hölgyeim, azért a túlhajszoltságot a húsvéti nagytakarításban legyenek kedvesek szem előtt tartani. Nem biztos, hogy a vendég pontosan a szekrény sarkában meghúzódó porcicát fogja keresni, hanem talán arról szólna az ünnep és az együttlét, hogy minőségben, minőségi időben legyünk együtt. Ebben a pillanatban vesszük észre, hogy nagyon sokszor a túlhajszoltságunknak gyakorlatilag nincs is komoly, reális oka. Így van. Nagyon-nagyon köszönöm, Réka. Mert ebben valójában nagyon sok olyan dolog elhangzott, ami valós megoldást jelenthet abban, hogy ne hajszoljuk túl magunkat, és ha elfáradunk, akkor ne érezzük azt, hogy nem szabad lepihenni, mert aki délután lefekszik, az lusta, meg mindenféle ilyen történeteket aktualizálunk, és kiderül, hogy ennek az egésznek így nincs értelme. Tehát mi történik, hogyha mégis elindítjuk ezt a megfelelési kényszerből induló túlhajszoltságot? Tehát konfliktus aktív fázisban, ugye mint mindenütt, ugye szapor a szívműködés lesz, és emelkedik a vérnyomás. A harácsikolt izomzatnak megtörténik a lebontása, és ha nem kerül megoldásra, akkor ne csodálkozzunk a jobb szívfél elégtelenség tünetein, mert gyakorlatilag, ha nem elég erős az izomzat, akkor elégtelenül fog működni. Ugye ez teljesen normális, és hogyha még tovább folytatjuk, akkor ki fog a jobb szívfél teljesen tágulni. Na most a lényeg az, hogy a megoldási szakaszban elkezdjük visszaépíteni ezt az egész lebontott, haráncsikolt izomzatot. Egyre fokozódik a fáradékonyság, mert amúgy a megoldási szakasz mindig ezzel jár. Megjelenik a nyugalmi légszond, disznóé,
és a szívelégtelenség még marad, mert még ez a szívizomzat nem olyan erős, hogy már is tudná az igényeket kielégíteni, és aztán bekövetkezik az epileptoid krízis, és ahogy itt látjuk, a jobb szívizomzatnak a remegése, majd bénulása, görcse lép fel az epileptoid krízisben. Amit tapasztalunk, az a nagyon szapor a szívverés, a tahikardia, a vérnyomásnak az emelkedése, mert a szívizomzat görcsével az artériás érhálózat görcse is fellép. A szívizomzat remegése, bénulása, görcse vajon hova fog vezetni? Hát oda fog vezetni, hogy az epileptoid krízisben fokozódik az a nekrózis, és az a szívizom elhalás, ami már konfliktus aktív szakaszban elkezdődött, és ugyan előfordul olyan, hogy valakinek nincsenek még tünetei, csinálunk egy EKG-t, és mégis mély kúhullámot mutat ki az EKG, ez annyit jelent, hogy az illető konfliktus aktív szakaszban van. Nyilvánvalóan már ilyen zajos tünetekkel, fulladással érkezik, és ott van a mély kúhullám, akkor ez már természetes, hogy egy EKG-val is igazolt szívizom nekrózis, azaz szívizom infarktus. A lényeg az, hogy a jobboldali szívizom programjához a bal rekesz is kapcsolódik. Ugye ezek valamikor egy oldalon voltak, a beidegzésük megmaradt ugyanaz. És a rekesznek a görcse, a rekesz izomzatnak a görcse nagyon fokozza a légszondja, tehát még jobban fog fulladni a beteg, mint azelőtt, mintha csak a szívizomzat programja futna. Na most, ha túléljük ezt az egész történetet, mert nem tartott túl hosszú ideig a konfliktus aktív fázis, ugye a lényege az lesz, hogy a szívizomzat erősebb lesz, mint volt, mert hiszen ez a biológiai értelme az önleértékelésnek. Az is kérdés, hogy milyen gyógyszeres kezelésben részesítik a beteget, hogy ezek valójában támogatják vagy gátolják ezt a visszaépülést. Most, ha a policiklikus lefolyásban zajlik ez a megfelelési kényszer, tehát nem egy folyamatos, vagy nem rövid idő alatt lezáródott, hanem újra meg újra visszatérő érzésként az embert ez végigkíséri, akkor nem fogunk ilyen drámai képet látni, viszont a szívizomzat fokozatosan megvastagszik, átalakul, és jönnek az egyéb zavarok, a vezetési zavarok, ritmus zavarok, mindjárt azt is megmutatom. A sportolók szíve is így alakul ki, illetve van olyan, hogy szívizom szarkóma, ugye attól függően, hogy a szívizomzatnak a belső, középső vagy külső része fog megvastagodni, hát különböző elnevezéseket fog a medicina ennek adni. Na most, ha nem kerül megoldásra, és mind a két szívfél érintett, akkor beszélünk szívtágulásról, dilatatív kardiomiopátiáról. Ez a DCM? Ez a DCM, dilatatív kardiomiopátia, mert ez azt jelenti, hogy a DHS mindkét oldalra vonatkozik. Vagyis valaki az egész életét úgy éli le, hogy mindenkinek meg akar felelni. Anyjának, a gyermekének, szomszédjának, és tegyük hozzá, hogy az orvos kollégák meg a betegüknek, nagyon sok orvosnak van ilyen túlhajszoltsági konfliktusa, tegyük csak hozzá azokat a körülményeket, hogy egy hónapban hányszor kell bemenni ügyeletbe, hogy ügyelet után ugyanúgy kell folytassa a munkáját, mintha egész éjjel aludt volna, és akkor, ha ezekbe belegondolunk, akkor megértjük, hogy miért az orvosok halnak meg leghamarabb. A baloldali szívizom nekrózis, vagyis szívizom elhalás is természetesen arról szól, hogy túl sokat követelnek tőlem, tehát a konfliktus még mindig ugyanaz, csak azt jelenti, hogy ha jobbkezes férfi vagy nőről van szó, akkor ez a konfliktus a partneréről szól, ha pedig balkezes férfi vagy nőről van szó, akkor ez az anya-gyermek oldalról vagy önmagáról szól. Itt is természetes, hogy konfliktus aktív szakaszban szapor a szívműködés, emelkedő vérnyomás, ahogy az illik.
A haráncsikolt izomzat lebontása történik, és megjelenik természetesen a szív elégtelenségnek a tünete, viszont itt van egyetlen különbség, itt a vérnyomás csökkenni fog, a pulzus szám emelkedik, vérnyomás csökken. A megoldás után, ugye, még mindig tart ugyanúgy, mint a jobb oldalt a szívelégtelenség, elkezdődik ugyan a nekrózisnak az újjáépítése, de ez még nem olyan erővel bír, mint amit elkezdtünk ugye lebontani, mert a program végére lesz erősebb a szívizomzat, mint volt. Az epileptoid krízis itt is nagyon kellemetlen tünetekkel fog jelentkezni, főleg azért, mert a megsemmisülés érzését fogjuk megtapasztalni a vérnyomás csökkenésével. Ez biológiailag egy hatalmas sok a vérnyomásnak a zuhanása, és ezért számos tetsz halott, mondjam úgy, hogy keletkezhet, tehát ez lehet egy ilyen kimenetel, és a valójában itt az epileptoid krízisben, ugyanúgy, mint jobb oldalt, a haráncsikolt szívizomzat elhalása izomgörcsel, izombénulással történik meg. Na most itt is gyakran társul ugye a bal oldal, a jobb oldali rekesz érintettségével, légzésleállással és egyéb fulladásos tünetekkel, és ugyanúgy, ha nem oldja meg a DHS-t az illető, akkor a baloldali szívfél elégtelenség alakul ki. Ha viszont mindkét oldalra vonatkozik, ahogy ezt az előbb elmondtam, dilatatív kardiomiopátia alakul ki. Ha pedig policiklikus lefolyásról van szó, akkor ugyanúgy, mint az előbb, kialakulhat a miokardium szívizomzat megvastagodása, vagy miokardium szarkóma. Egy lényeges dolog. Itt a szívizom elhalást nem az ereknek, a koszorú ereknek az elzáródása okoz. Erre Hammer doktor nagyon fölhívja a figyelmet. A koszorú erek a birtokvesztés konfliktus során lesznek érintettek. Ez egy teljesen más dolog. Persze természetesen jogunk van a szívünket egyszerre mindkét oldalról tönkretenni, a birtok konfliktusok miatt is, és a túlhajszoltság miatt is. Mint mondtam, a túlhajszoltság megváltoztatja a szívizomzat szerkezetét, és jönnek a következmények. Emlékezzünk rá, hogy a vezetékek az izomzatban vannak beágyazva, tehát ha megváltoztatjuk az izomzat szerkezetét, jönnek a vezetési zavarok, ugye elgyengülhet teljesen a szívizomzat, vagy éppenséggel megvastagodhat, billentyűszűkület és tágulat jöhet létre, és a pulzus emelkedése konfliktus aktív szakaszban az mindig jelen lesz, és valós szívizom elhalás, vagyis infarktus lesz már a konfliktus aktív szakaszban, ami természetesen még jobban fokozódik az epileptoid krízisben. Tehát ennyit szerettem volna a szív-izom programról beszélni. Itt még megmutatom ugye az inger keltő rendszert, itt van a színuszcsomó, aminek az impulzusai, amiután átmennek a pitvarokon, és azt összehúzzák, végigfut utána a kamra izomzatán, és azt is összehúzza, és hát mindenféle orképek alakulnak ki, ha ezekben valami történik, EKG-ban tökéletesen diagnosztizálható. Na most a sima izomzat lesz az, ami felelős a pitvar remegésért, a szinusz tahikardiáért és a kamrai lebegésért. Miről van itt szó? Mint mondtam, a konfliktus aktív szakaszban a sima izomzat elszaporodik. Ez itt van Hammer doktor tudományos táblázatán megtalálható. Tehát ellenkezőleg reagál, hála Istennek, mert így a haráncsikolt szívizomrost sorvadást megpróbálja kiegyenlíteni a sima izom. De mint mutattam a képen, a pitvarokban vastagabb a sima izomzat, a kamrákban egészen vékony. Ezért juthat el oda a történet, hogy a kamrák egészen kitágulnak. A DHS, vagyis a konfliktus gyakorlatilag ugyanaz,
az elképzelések és elvárásokat nem tudjuk megoldani, és ezt a pitvarunk úgy éli meg, hogy nem tud elegendő vért továbbítani a szív síma izomzatával, tehát és ez a pitvarokra fog hatni, a pitvaroknak a megvastagodását. Látjuk, hát EKG-n ugye a P hullámnak a fokozottabb megjelenése lesz az, ami erről szól, illetve ha csak az egyik oldalon történt, tehát jobb vagy baloldali a program, akkor a két P hullám nem egyszerre jelentkezik az EKG-n, hanem úgymond egymás után. Ezek nagyon érdekes dolgok, amikor már értjük is, hogy mi mitől van. A konfliktus aktív fázisban, mint a síma izom, ugye fokozódik a perisztaltikája, és ez lesz a tahikardiának az oka. A haráncsikkolt izomzat, ne felejtjük, hogy közben sorvad. A megoldást követő fázisban ugye a haráncsikolt izomzat visszaépül, kezd egyre erősebb is lenni, ez a biológiai értelme, de jönnek a nagy dobbanások, ezek furcsa bugyborékolás, pezsgés érzése a szívtájékán, van, aki azt érzi, hogy mintha egy madárka repülne ottan, és ezeket a tüneteket sajnos nagyon sokszor pszichés eredetűnek tekintik, és a beteget pszichiáterhez küldik, pedig a beteg tényleg arról beszél, amit érez. Komolyan kéne venni a betegnek a leírását, még akkor is, ha esetleg nem pont kigyírják le jelenleg még a tankönyvek. Az epileptoid krízisben a szinusztahikardia ismét megjelenik, és belép a pitvarnak a remegése, és ha viszont fellép a kambrai fibrilláció, vagyis a kambrai izomzat remegése is, az végzetes, hiszen egy 300-as pulzust, kambrai pulzus gyakorlatilag olyan, mint a izomrángásokat észlelnénk valahol a valamelyik végtagunkon, ez gyakorlatilag a keringés összeomlását jelenti. Ez már nem valós szívizom összehúzódás, csak mondjam úgy, hogy reszketés, remegés. Nos, a síma és haráncsikolt izomzat működése tehát egymást kiegészíti, hogy a túlhajszoltság miatt ne lépjen fel a szívizomzat elszakadása. Tehát ilyen tüneteket, ilyen végzetes dolgokat csak akkor fogunk megélni, ha már gyerekkorunktól azt programoztuk be magunknak, hogy csak azt az életet szabad végigélni, amit másokért élünk. Ne felejtjük el, hogy mindenki másokért is él, de önmagát ebbe nem kell beleszakítsa, nem kell ebbe belepusztulnia. A temetésen aztán majd megmondják, hogy szívét, lelkét tette ki a közösségért, és aztán belehalt. Mint mondtam, a szívkoszorú erekre azok a központok hatnak, amelyek ugye az agykéregben találhatók, és ez a két központ bal oldalt a nőies birtokzónában, illetve itt jobb oldalt a férfias birtokzónában a birtokvesztés konfliktus. Ezek az érzelmek azok, amelyek konfliktus aktív szakaszban a szívkoszorú ér belhártyáját sorvasztja, megoldásban visszaépül. Ne felejtjük, hogy a birtokvesztés konfliktusnál rögtön érzünk egy hatalmas fájdalmat, úgy hívják, hogy angina pectoris. Ez olyan, mintha vasmarok szorítaná össze a mellkasunkat, hirtelen jelentkezik, végig ugyanolyan erős, és hirtelen van vége. Néhány másodperctől egy-két percig eltarthat. És ha ilyet érzünk, akkor gondolkodjunk már el azon, hogy mi a fene történt velem? Mi az, amit valójában én mostan még nem oldottam fel? Hát elvesztettem valamit. Mit veszthetek el? Ugye mást jelent a birtok a férfinak, mást jelent a birtok a nőnek. Ez természetes dolog, hiszen minden, ami a kerítésen kívül van, az a férfi birtok, gyakorlatilag a munkahely és az autó, amivel elmegyünk a munkahelyre. Természetesen, hogy a férfi embernek is fontos a család, meg a gyermeke, meg a felesége, de ő az, aki a család fenntartóként hazaviszi, mondjam úgy, a mamutot a fészekbe, és ezért számára a munkahely elvesztése, vagy a párkapcsolatnak az elvesztése, vagy a szerelmének az elvesztése természetesen egy nagyon
durva konfliktus, ami a szívkoszorú ér artériás felén indítja el a belhártya sorvadását és a jellegzetes angina pectorisos fájdalmat. Birtokként élünk meg minden olyan szemét, illetve tárgyat, amire hatást gyakorlunk, és ami hozzánk kötődik, ami gyakorlatilag a magunkénak tudunk, és azt gondoljuk, hogy ez a miénk, ez az enyém, ez az én Nagyon, területem, én birtokom, igen, az én hatáskörömbe igen, tartozó az én házam, valami. az én váram, igen, ez nagyon jól rávilágítottál, hogy az is jelent, hogy az, ami a hatáskörömbe tartozik. Tehát, ha egy főnököt leváltanak, akkor elveszti a birtokát, vagyis a csapatot, amiért eddig ő felelt, akit eddig ő irányított. Ez egy nagyon, ha az állatvilág működésébe gondolunk bele, akkor nyilvánvaló, hogy egy alfahím az, aki a csapatot vezérli, és alfahímnek a leváltása, mert legyőzték. Tehát elvesztette a felügyeletét a csapat fölött, vagy elvesztették azt a területet, birtokot, ahol a megélhetésük biztosítva volt, ez olyan dolog, ami megbocsáthatatlan. Vagyis 9 hónap áll a rendelkezésre, hogy ezt visszaépítse, visszaszerezze az illető. Azért tágul az artériás része, hogy még több vért kapjon a szíve, és tudjon küzdeni, de ha nem oldja meg csak 9 hónap után, akkor mondjam úgy, hogy a játéktérről lekerül az illető, tehát frekvenciát vált kötelezően, de erre még visszatérek. A női birtokról mit tudnál mondani, Réka? Mi az, ami nőként birtoknak számít, ami egy nő számára fontos? Talán egyszerűbben úgy tudnám megfogalmazni, hogy mindaz, ami a falakon belül van. Itt gondolok az otthonra, mindaz, ami az otthont alkotja, a függönytől az utolsó palacsintasütőig, az, ami a női birtok. Hölgyeim, gondoljunk csak bele, mennyire felzaklat bennünket, amikor a megszokott helyén levő tárgyakat nem ott találjuk meg, és mennyire kellemetlen az, amikor valaki beleszól a konyhában a főzési, nevelési, gyereknevelési elveinkbe, taktikáinkba. Ezek is a birtokunkról szól. Hát a gyerek is a birtok, legfőképpen a birtok. Most melyik a fontosabb, a munkahely vagy a gyerek? Egy hölgy életében a gyerek az első számú birtok, azt szabad így fogalmaznom, az a non plus ultrája mindennek, ezért vagyunk képesek mindent feláldozni, elsősorban azért, hogy legyen vagy ne legyen gyermekünk, és ennek a gyereknek, a megszületett gyereknek a további sorsába való, hogy is mondjam, részvétel, az mennyire fontos. De birtokunk a férjünket, gondoljunk csak azokra az esetekre, amikor valaki a teljes identitását átveszi a férjének. Akkor igen, bocsánat, de akkor ne csodálkozunk ugye azon, hogyha a férjével, a párkapcsolatával kapcsolatos, hát szexuális konfliktust éli meg, akkor a ménnyelka hártyája lesz érintve. Azon túl, hogy a szívkoszorú érrendszer vénás hálózatának a belhártyáját bontja. Jó, maradjunk még az egyszerűsített magyarázatnál. Mit tekint birtokának egy nő? Tehát a lakás minden kütyűjével, csöcsebecséjével együtt, a férjét, a gyerekét, a szüleit, a barátait, a barátnőjét, a gyerekeinek a barátait, hiszen ez is az én birtokom, ha én hozom el az óvodából, felelősséget vállalok érte, nem történhet meg semmi. Ezzel ugyanígy a házi állatok is nagyon sokszor a hölgy birtokai, hát főleg, ha ő gondozza és ragaszkodik hozzá, tehát azok a személyek, akiket ő mindenképpen gondozni, ápolni, szeretni tudja, de legfőképpen itt a gyerek az, ami a nők birtokát képezik, illetve hát a lakás minden zegzuga, és az a kiskert, amit ő ápol, nyilván nem a szülő
ültetvényeket fogja saját birtokának Amit a tekinteni, férjemet. azzal ő nem foglalkozik, de a kiskertünk, hát mennyire fontos, hogy mennyi virág van, mi hova kerül, azok a dolgok, hölgyeim, ami miatt mi annyira tudunk harcolni és küzdeni, azok mind a mi kontrollunk, a mi hatáskörünk alá tartozik, ezek tehát a birtokaik Tehát a is egyben. virágpalántákat is a feleség fogja megmondani, hogy mit veszünk és hová tesszük. Jó esetben, igen. Nagyon köszönöm. Tehát tisztáztuk ismételten a birtok fogalmát, és ez azért nagyon lényeges, mert ha ezekben a birtokokban, illetve szexuális konfliktusunk van, akkor is ezekbe a központokba fog becsapódni az a bizonyos érzelmi megrázkódtatás, itt lesz a hámeri góc, és ezek nem csak a szívkoszorú erekre hatnak, hanem a szív frekvenciájára, a pulzusra, mégpedig úgy, hogy a női oldalon levő konfliktus következtében a szívfrekvencia emelkedik, a férfi oldalra becsapódott konfliktus következtében viszont a pulzus csökken. Ugye tudnunk kell azt, hogy az agykéregnél jön szóba az, hogy a jobbkezeseknek az adott oldalra csapódik be, tehát jobbkezes férfinak a férfias birtokzónába, jobbkezes nőnek a nőies birtokzónába csapódik be az adott konfliktusa. Balkezeseknél viszont fordított a helyzet, a balkezes nőnek a birtok konfliktusa vagy szexuális konfliktusa az a jobb oldalra fog becsapódni, ahogy ezt Hammer doktor mondta, a lóugrás miatt, mert imádott sakkozni, és a balkezes férfinak viszont nem a férfias, hanem a nőies oldalra csapódik be az adott konfliktusa, és ez már megváltoztatja magát a folyamatnak a lefolyását is, megváltoztatja a viselkedést, és hogyha ezeket a konfliktusokat halmozzuk, és teszem azt, két ilyet is megélünk, akkor egyszer az egyik, egyszer a másik oldal lesz, mondjam úgy, hogy foglalt, és hogyha lefoglalom az egyik oldalt, akkor nyilván a másik oldal tud megnyilvánulni. Tehát ha a női oldalba becsapódott konfliktus kerül sínre, akkor nyilván, hogy a férfias viselkedés kerül megnyilvánulásra és fordítva. Ez, ugye nem kell elmagyarázni, hogy a szexuális konfliktusok alatt mit értünk, viszont említetted, és ki is van vetítve az is, hogy a meg nem termékenyítettség konfliktusa. Erről tudnál egy pár szót mondani, Hát ez egy Karesz? nagyon komoly dolog. Megint biológiailag gondolkodjunk, az a nőstény, amelyik nem lesz megtermékenyítve, gyakorlatilag nem vesz részt a faj fenntartásban. Márpedig a biológia célja az életben maradáson kívül a faj fenntartása is. Ilyen konfliktussal bizony találkoztunk, és 50 év fölötti hölgynek volt ilyen konfliktusa, meg nem termékenyítettség konfliktusa, mert az egész életét a szüleinek a kiszolgálásával töltötte el, és eljött az az idő, amikor húzunk egy vonalat, és megcsináljuk életünk mérlegét, és rájött, hogy te jó Isten, nekem nincsen gyermekem. És itt akkor el kell engednem egy kritikus vagy cinikus megjegyzést, hogy milyen fantasztikus, hogy a meg nem termékenyítettség állapota az milyen divatossá vált a szingli életmóddal, Hát igen. vajon milyennek a mögöttes tartalma, hogyha ez a szívközpontra hat, amint mondta, tehát a szív Igen, erekre, koszorú erekre hat, szívkoszorú erekre, kettő a viselkedésre és a méhnyálkahártyára. illetve abban a pillanatban, hogyha valaki a meg nem termékenyítettség állapotát ideológiailag fenntartja, és Igen, karrier, vallásilag, igen. hát én most egy Ideológiát, igen. ideológiának nevezem, és áttér a férfias viselkedésre nőként, mert ő Természetes. karriertépítés, fantasztikus célokat próbál megvalósítani, és netán onnan kikerül, akkor az a birtok vesztés állapotát is előidézi, és gyakorlatilag
ha elveszti a munkahelyét, azt, amit felépített Igen, karrier, igen. és Akkor rádöbben arra, hogy az egész arra életét férfiasan fog reagálni. Így van. Így van. ennek szentelt, akkor mindkét Mindkét nagyon oldalt. fontos relét Igen, érinti a mindkét. program. Nagyon-nagyon jól látod, és nagyon jól rávilágítottál, mert ugye az első relé, az első konfliktusa az, ha jobb kezes nőről van szó, már is férfiassá teszi a viselkedését, mert ha lezárul, ha kiiktatom a női oldalt, mert ugye becsapódott a konfliktus, akkor a férfi oldal fog megnyilvánulni, férfias lesz a viselkedése, férfias lesz a fizimiskája, ezek a hölgyek válasak lesznek, mint a férfiak, és természetesen, amikor nem fogja megérteni, hogy miért nem jut el az orgazmusig, hiszen a szexuális központja zárva van, és Ez újra csak megerősíti azt, hogy nem is kell család, hogyha úgysem így jó. van, és természetes, hogy ezek lesznek azok a karrierista nők, ilyen vaslédik, akik nagyon komoly szerepeket fognak betölteni a társadalomban, vagy egy cégnek a vezetésében, vagy egyebek. Egy olyan nő, akinek a családa fontos, tehát akinek nincs lezárva a női birtokzónájában a szexuális konfliktusa, annak az lesz a fontos, hogy a család és az otthon legyen rendben, hiszen a biológiában ez a női feladat. Még egy megakasztó kérdéskör ez. Van-e különbség, és ha van, akkor micsoda a birtokvesztés és a sima veszteség között? Nagyon jó, akkor nagyon jó a kérdés, Edrika. Hát nyilván, hogy a birtokvesztés az azoknak a dolgoknak az elvesztéséről szól, amiről eddig beszéltünk. De a veszteség konfliktus azt jelenti, hogy az a petefészket vagy a herét fogja érinteni. Tehát elvesztettem, és nem a zsebkendőmet, hanem elvesztettem a fiamat, ezt érte meg Hámer doktor, ettől lett heredaganata. Gyakorlatilag a veszteségkonfliktus az egy olyan élmény, aminek nincsen olyan végzetes következménye, mondjuk, mint a birtokvesztésnél, hogy minden elveszett. Tehát tragikus, de nem annyira súlyos. Azt mondanám, hogy a veszteségkonfliktusban a kifosztottság érzése az, ami megadja ennek a színét. A birtokvesztés konfliktusban pedig igen, a minden elveszett. Tehát ottan ahhoz, amit megteremtettem, ami a túlélésemet biztosította. De egy gyereket az ember, hogy is mondjam, nem a túlélése miatt nemz. Természetes, ha úgy áll hozzá, mint birtokához, aki majd tovább viszi a céget, akkor csinálhat magának egyszerre heredaganatot, vagy petefészeklákot, és szívkoszovér programot is, hiszen ahány megélésünk van, annyi biológiai válaszunk lesz. Lehet, hogy a történet egy és ugyanaz, de kérdés, hogy hányféle megélésem volt ezzel kapcsolatosan. Ez fogja eldönteni, hogy hány betegségünk lesz. Ebből is látszik, hogy milyen fantasztikus ember volt Hammer doktor, hogy emelt fővel dírt a halálát is. Bocsánat, a csak szót nagyon idézőjelbe Igen. teszem, csak hererákkal Hát reagált, igen, csak és milyen hererákkal. hálásak lehetünk neki, hogy ezt így oldotta meg, és És túlélte tud, bárki ezt az leírta, hogy egészet. pokoli fájdalmak következtek a megoldási szakaszban, nem engedett kemót, nem engedett sugarat, a műtétbe belement, mire felfedezte ugye a germán gyógytudományt, utólag azt írta, ha tudta volna mindazt, amit később megtudott, a műtétbe sem ment volna bele. Szóval itt, és most csak két reléről beszéltem, és akkor itt most folytassuk, mert még a szívről néhány nagyon fontos dolgot el kellene mondani. Itt van például ugye a szívkoszorú ér artériás része, és amit mondtam, hogy a szívkoszorúér artériás részét férfiaknál, nőknél, jobbkezeseknél, balkezeseknél egyaránt a férfias birtokzónában levő központ vezérli. Hogy remélem, hogy így akkor minden érthető,
És amint elmondtam, a konfliktus aktív szakasz arról szól, hogy a szívkoszorú artéria belhártyáját fogjuk sorvasztani, ami rögtön fájdalmat okoz. Őrszárnyálkahártya séma szerint működik, aki volt tanfolyamon, ezt érti. A megoldási szakaszban eltűnik a fájdalom, és fokozottabban jelentkezik az epileptoid krízisben. Ez a történet a szívkoszorúér vénák esetén enyhében zajlik le. Ott is mellkasi szorító fájdalom van, nem annyira kifejezett, de szintén hirtelen jelentkezik, hirtelen van vége, rövid ideig tart, és ezeket a dolgokat azért, ha az ember ismeri, ha már hallott róla, akkor elgondolkodhat azon, hogy. És a szexuális jellege van a konfliktusnak, ugye akkor a mélyszáj, nyálkahártya sorvadása indul be, ez viszont nem jár fájdalommal, mert ez kültakaró séma szerint működik. Itt a megoldási szakaszban jelenik meg a fájdalom és epileptoid krízisben vérzése. A továbbiakban ugye beszéljünk a megoldásról. Mi a megoldás? Hát a megoldás az, hogy ezt nem nekem kell megoldanom. Igen. Itt nagyon lényeges dolog tudni a következőket. Ugye az anginás fájdalom annyira tipikus, annyira jellegzetes, hogy ezt felismerve, hogy is mondjam, azonnal azon kell töprengenünk, hogy ezt meg kellene oldani, ezt le kellene zárni, és ha mindenképpen 9 hónap előtt legyen megoldva, ha a konfliktus megtörtént. Na most, hogyha már eltelt a 9 hónap, akkor legyünk szívesek ezt sinen tartani. Sinen tartani annyit jelent, hogy a konfliktussal kapcsolatos eseményre, személyre, helyszínre vonatkozó tárgyat magunknál tartani, vagy a látóterünkben tartani. Lehet ez egy karóra, egy papírvágókés, egy fénykép, egy zsebkendő, egy mindegy, hát ez mindig alkalommal válogatja, és ez a tárgy fog minket abban megakadályozni, hogy nehogy feloldjuk azt a konfliktust, amit nem szabad feloldani, mert 9 hónap után törvényszerűen az epileptoid krízis 6 hét múlva érkezik, és az a szív megállásával, vagy tüdőembóliával fog végződni. A szív megállás ugye akkor jön, ha a megfelelő, tehát a jobboldali férfias birtokzónába történt meg a konfliktus becsapódás jobbkezes férfi vagy balkezes nő esetén, és a másik oldal, a tüdőembólia, a balkezes férfi és jobbkezes nő esetén fog ilyet okozni. Azt szeretném kiemelni legfőképpen, hogy ha már valakinek több mint 9 hónapja van angina pectorisos panasza, akkor legyen szíves ezt az egészet sinen tartani. Ha nincs még 9 hónapja, akkor megoldhatja érzelmileg a konfliktust, és innentől kezdve ez az egész történet le van zárva, ha hajlandó a birtok konfliktusokat, mint olyanokat megoldani. Abban az esetben, ha rövid időszakokat élünk meg, birtok konfliktusokat, és teszem azt, valakinek már angina pectorisa van 10 éve, de még soha nem volt egy olyan története, amikor a szív, a pulzusa majdnem padlóra ment volna, vagy túlságosan elszállt volna. Miről van itt szó? Nagyon fontos az illető számára a birtok, és ezért a konfliktus aktív szakasz mindig okoz neki angina pectoriszt, a megoldásban visszaépít.
aztán megint bont és megint visszaépít, aztán megint bont és megint visszaépít. És ez lesz a szívkoszorú ér elmeszesedésnek az egyetlen oka. Nem a koleszterin szint fogja meghatározni. A koleszterin csak annyit csinál, hogy a folyamatosan lebontott érbel hártyát visszaépíti, segít annak a megerősítésében. Ha birtok konfliktuson van, akkor természetesen a szívkoszorú erekben, ha meg a másút van, ha az a gondom, hogy milyen hülye vagyok én, ugye, és az agyamra, a gondolkodásomra vonatkoztatott önleértékelést élek meg, akkor az agyi erek fognak, agyi erek belhártyája fog bomlani, visszaépülni, és ebből lesz az agyi érelmeszesedés. Tehát a germán gyógytudomány rámutat pontosan arra, hogy milyen konfliktus, milyen szöveten mit indít el, az hogyan működik, és mi történik akkor, ha nem oldom meg, mi történik akkor, ha policiklikus a lefolyás, mi történik akkor, ha függő gyógyulásban maradunk. Egy táblázatot készítettem majd elmondottak összefoglalására, és itt láthatjuk, hogy a szívizomzatnál tehát a maga konfliktus mindig a túlhajszoltság, a koszorúér artériák vénáknál pedig a birtokvesztés, szexuális konfliktus. Konfliktus aktív szakaszban ugye a szívizomzatnál emelkedik a pulzus, és emelkedik a vérnyomás jobboldali, csökken a vérnyomás baloldali szívizom programnál. A megoldásban már a konfliktus aktív fázisban alakul ki a szívelégtelenség nyilván, de a megoldási szakaszban, mivel beindul a gyógyulás, ugye a lebontott szívizomzat visszaépítése is még nem olyan erős, mint kéne legyen, ezért a szívelégtelenség tünetei még fokozottabban jelentkeznek. Nyugalomban sem kapunk elegendő levegőt, gyengének, fáradtnak érezzük magunkat, és az epileptoid krízis gyakorlatilag azt is megmutatja, hogy melyik szívféllel van gond, hiszen hogyha a magas a pulzus szám és alacsony a vérnyomás baloldali, ha pedig magas a pulzus szám és magas a vérnyomás, és akkor jobboldali szívizom programról van szó, és mint mondtam, itt még bejön az ellenkező oldali rekeszeknek is a görcse, ami tovább rontja a légzésünket. A szívkoszorúér artériáknál, vénáknál, tehát angina pectoris, konfliktus megoldása után tünetmentesek leszünk, és az epileptoid krízis az hozza a még hatalmasabb anginás fájdalmat abszanszal, tehát emlékezetkieséssel, zuhan a pulzus és hirtelen szívhalált okoz a koszorúér artériáknak a programja, és nyilván itt a vérnyomás is zuhan, a koszorúér vénáknál viszont az anginát, a magas pulzus szám, emelkedő vérnyomás, tüdő, embólia kíséri és a perifériás erek szűkülete. Ez egy fantasztikus összefoglaló volt, drága Karesz. Nagyon köszönjük ezt a mai esti előadást. Önöknek is köszönjük a figyelmet. Most következik pillanat, a fórum. Még felhívnám a figyelmet, hogy a mellkasi fájdalmakról van egy előadás már tavaly évben készült, ami ugye differenciál diagnosztikailag segít minket abban, hogy meg tudjuk különböztetni az egyes fajta mellkasi fájdalmakat, mert nem minden mellkasi fájdalom az infarktus tünete.